A kispályás teremfoci kedvelői két napon át is kitartottak Bonyhád térségében. A legrangosabb téli teremtornájukon a Benga kupán nem csak az elődöntőkre, a két döntőre telt meg a csarnok, hanem két napon át tartó előcsatározások során is sokan kilátogattak az eseményre. A főszervező Bonyhádi Sportcentrum vezető nem kis örömére. Zsúfolásig terve volt a nap végén a csarnok. Jó volt látni, sok gyerek itt volt, láthatták a szülőket focizni esetleg, apukákat, úgyhogy ez egy igazán jó kezdeményezés. Jövőre 30. lesz. A megyei első osztály alatt játszó amatőrök kategóriában a piros-zöld ízményekre épülő a Robi Bár csapata a döntőben a Bonyhádi, illetve környékbeliekből álló Tito Boss csapatát győzte le magabiztosan 3-0. A másik kategóriában, ahol már megyei első osztályban, vagy éppen magasabb szinten szerepeltek és pályára lépettek, összejött a tavalyi döntő visszavágója. A pirosmezes Bonyhádi a kulcsjátékosuk Máté Norbert vezérletével legyőzték a Márk testvérekre épülő fekete mezes kakasdiakat 4-1-re, így visszavágtak a tavalyi döntőben elszenvedett vereségért. Sikerélményben nincs hiánya mostanság a társaságnak. Nagymányokon múlt héten szerencsére megnyertük a kupát szintén, ma is megnyertük, tavaly a Losonci kupát nyertük, tehát vannak azért affinitása a csapatnak, hosszú távon gondolkodunk, jó korosztály, ez sikeres csapatnak számít. Még láthatjuk őket február végéig több tornán is.